most elkezdjük az olajfesték eldörzsölését. Tehát most elsőként egy permanens élénk vörössel kezdjük. Ezek a permanens sárgák meg vörösek, ezek szintetikus pigmentek. Elég jól kezelhető pigmentek, tehát ilyen kezdésnek elég jó ezekkel próbálkozni, mert ezek tényleg olyanok, hogy igazából nem túl bonyolult a kezelésük, tehát nem mutatnak szélsőséges viselkedéseket a keverés közben, stabilan megtartják a konzisztenciát, amilyenre keverjük őket, tehát nem fog később megfolyni, besűrűsödni, stb. Tehát elég hálás színek, nem kell hozzá egyéb adalékanyagokat tenni. Ez a milyen vörös? Permanens élénk vörös szín. Itt is egy kis sűrített olajat teszünk a festékhez. Én minden festékhez szoktam tenni egy 10%-nyi sűrített olajat, ami egy kicsit ugye jobb konzisztenciát produkál, illetve hát ugye, ahogy már megbeszéltük, a GIT médiumnál kicsi fényesebb és keményebb filmbevonatot ad. Talán a száradási sebességet is egy picikét növeli. Én szoktam a festékekhez egy kis dióolajat is adni, tehát így keverem a dióolaj és a lenolajat, hogyha olyan festékről van szó, ami közepesen normális tempóval szárad, akkor úgy fele-fele arányban nagyjából használunk mind a két olajból. Ezt lehet akár előre is elkészíteni ilyen keverékeket, vagy egy opcionálisan menet közben, vagy ha gyorsan száradó pigment van, akkor inkább csak dióolajat használok, ha lassan száradó, akkor pedig lenolajat, és a közepeseknél meg így fele-fele arányban keverem őket. Minden pigmentnek vannak olyan tulajdonságai, hogy körülbelül mennyi olajat vesz fel, tehát hogy nagyjából hány százalék olajat vesz fel. Hát ezeket el lehet olvasni, amilyen pigmentről megvan ilyen adat, amiről nincs, ott meg ugye tapasztalati úton ki lehet tapasztalni, illetve érdemes jegyzeteket is készíteni. Tehát én valamikor, ha van időm, akkor nem vagyok rest, és lemérem az adagokat, hogy miből mennyit használok, és följegyzem egy jegyzetfüzetbe, és akkor később már nagyjából tudom, hogy miből mennyit kell kimérni egy adott mennyiség elkészítéséhez, és akkor nem pocsékolok el se pigmentet, se festéket, mert ha túl kevés pigmentet keverek, akkor elkezdem betölteni a tubusba, és akkor lehet, hogy csak félig lesz tele a tubus, akkor ha azt akarom, hogy tele legyen, akkor még kell kevernem, még egyszer neki kell állnom. Ha túl sok, akkor meg nem fog beleférni a tubusba, és annyi meg már lehet, hogy nem marad, hogy még egy tubust megkezdjek, és akkor ott veszik kárba a festék. Tehát érdemes nagyjából ezeket feljegyezni. Tehát ez az első fázis, amikor az olajat, amit hozzáadunk a pigmenthez, tehát az olajjal tulajdonképpen megnedvesítjük a pigmentünket. Tehát a por állapotból egy ilyen sáros, nedves állapotba visszük át a pigmentet. Ahogy láthatjátok, ez egy 40x50 cm-es farostra, egy 40x50 cm-es üveglapot ragasztottam, és ezt használom keverő alapnak, munkaasztalnak. Ez a festék készítéshez mindenképpen ilyen két üvegfelület között történik, tehát egyrészt egy ilyen üveg munkalapon, illetve kell még egy ilyen eszköz, ez a Müller üveg, vagy ennek egy alternatívája valami lapos aljú
eszköz, vagy megmutatom mindjárt, hogy mit szoktam még használni ilyen célra. Az üveget egy kicsit érdemes mattá tenni, ezt úgy szoktam, hogy 120-as csiszolóvászonnal körkörösen pár percig csiszolom az üveglap tetejét, és utána letörlöm az így keletkezett finom üvegport. Ez azért fontos, mert kicsit mattabb lesz az üveg, és jobban fogja a pigmentet dörzsölés közben, jobban segít dolgozni, segít ezt a dörzsölő érzést elérni, vagy dörzs hatást. Itt is igaz a legtöbb pigmentnél, hogy amikor még így nincs teljesen kidolgozva, akkor még sűrűbbnek látszik, de ha majd elkezdjük dörzsölni, és jól összetömörítjük, akkor sokkal hígabb lesz, tehát óvatosan kell adagolni az olajat. Inkább egy kicsit látszódjon szárazabbnak, aztán ma később, ha nem hígul eleget, akkor még adjunk hozzá olajat, mint hogy túlhígítsuk, mert különben akkor mehet még hozzá további pigment menet közbe. Ez akkor bosszantó, ha az utolsó pigmentünket keverjük be, és túl sok olajat adunk hozzá, mert akkor bizony valami alternatív módszerrel ki kell belőle vonni a fölösleges olajat. Amire van megoldás egyébként, mert ilyenkor azt kell csinálni, hogy egy natur faros lemezre rá kell tenni az így elkészített túlzottan híg festéket, egy olyan faros lemezre, ami nincs alapozva, és a faros lemez az nagyon gyorsan elkezdi kiszívni a festékből az olajat, elszívni, és amikor már olyan jó kis szikkadt a festék, akkor már látjuk, hogy nagyjából megfelelő mennyiségű olaj távozott el belőle, akkor ismét kezelhető sűrűségű lesz az olaj festékünk. Tehát most itt vagyunk, meg van nedvesítve a festék. Következő lépésbe fogjuk a dörzsölővel elkezdeni ennek az eldörzsölését. Tehát az első fázis, megnedvesítettük a festéket, most ilyenkor a második lépésben félretesszük a munkalap egyik sarkára a festéket, és egy ilyen mogyorónyi mennyiséget hagyunk itt középen. Ezt kezdjük el megmunkálni. Most először megmutatom azt az eszközt, ami alternatíva a Müller üveg helyett. Ez egy úgynevezett velencei glettelő kanál, ezt ilyen építőipari munkások, szobafestők szokták használni. Ez egy kis téglalap alakú legömböített sarkú fémlemez, aminek van egy ilyen nyele, és hogyha ezt rányomjuk így a festékre, akkor ilyen dörzsölő mozgással nyomást tudunk gyakorolni a festékre, és szépen össze tudjuk dörzsölni a festéket. Ennek a dörzsölő mozgásnak az a lényege, hogy ha mikroszkóp alatt megnéznénk az optimális, megfelelő minőségű elkészült olajfestéket, akkor azt látnánk, hogy minden egyes pigment részecskét lehetőleg egy vékony olajfilm réteg, egy bevonat vesz körül. Tehát tulajdonképpen minden pigment részecskét így elkülönítünk egymástól, és olajfilmmel vonunk be. És ebbe az állapotban van optimálisan elkeveredve, hiszen hogyha nem venne minden egyes pigment részecskét körül olajfilm réteg, akkor több pigment részecske állna össze egy csomóvá, és akkor belül száraz maradna, és kívülről a csomó lenne olajos, olyan lenne, mint amikor lisztet keverünk, és ilyen kis csomók vannak a lisztbe, ami belül száraz. Tehát ugyanezt történne a festékünkkel, hogy ilyen kis száraz csomók lennének benne. Mikor így egy adagot eldörzsöltünk, akkor összehúzzuk, aztán késsel betakarítjuk a lapát aljáról ezt a festéket. És újra. Elég erős, tehát egy erősebb nyomást kell kifejteni rá,
és közben körkörösen mozgatni. Ezzel a nyíró erővel tudjuk elérni ezt a fajta keveredést, hogy amiről beszéltünk, hogy minden pigment részecskét körül legyen egy ilyen olajfilm réteg. Tehát most egyébként ezen a stádiumon látom, hogy egy kicsit még talán kemény a festékem, úgyhogy még egy pici olajat adhatok hozzá. Úgyhogy az egészet kicsit átkeverem és egy csöpp olajjal még megdolgozom. Aztán félreteszem ezt a lapátot, és akkor a továbbiakban már a Müller üveggel dolgozom. Most csak ezt azért használtam, hogy aki nem tud ilyen üvegmüllert beszerezni, ami Magyarországon jelenleg nem igazán kapható. Ilyen 1500-2000 forintért webshopokba, interneten lehet rendelni, Google megtalálja, hogy Velencei Glettelő ez a neve, és akkor ezt meg lehet rendelni, és ezzel lehet festéket készíteni. Tehát még egy picit nedvesítek a festéken. Ismét félre kotrom a felesleget. Jöhet a Müller üveg. Tehát látható, hogy ez tényleg ez erre lett kitalálva. Most nincs lerögzítve ez a mobil asztalom. Meg lehet markolni, lehet nyomást gyakorolni, és lehet körkörösen dörzsölni. Ez egy tömör üveg, úgyhogy van némi saját súlya is. Hát itt ugye lehetőségünk van különböző konzisztenciákat beállítani. Nagyjából ez az a konzisztencia, ahonnan már kezd jó lenni a festék, tehát ez már elfogadható. Ezek a permanens színek, ezek alkalmasak ilyen vajasabb, lágyvajszerű konzisztenciát adni. Ezek jók, mert hogyha akarunk, ugye a paletten ezen tudunk higítani, nem fog kifolyni a tubusból se, tehát sűrűbb, pasztózusabb munkákhoz is tudjuk használni. Nem mindegyik pigment tudja természetesen ezt a konzisztenciát produkálni, majd találkozni fogunk később másfajta pigmentekkel is. És akkor most láthatjuk, hogy igazából lassan kész van a színünk. Hát ugye most itt le lett állítva a videó, mert fölösleges folyamatosan azt venni, ahogy dörzsöljük, de gyakorlatilag ez a mennyiség, ez körülbelül egy 3-4 órát tartott, mire szépen így el lett mind dörzsölve. Tehát durván egy tubus festék, egy ilyen 40 ml, úgy átlagosan egy óra alatt készül el. Ez változó, mert vannak olyan pigmentek, amiket gyorsabban is el lehet készíteni. Például egyébként ez is egy gyorsabb pigment, de vannak, amelyek sokkal lassabban több törődést igényelnek. Hosszabb ideig tart az eldörzsölése, macerásabbak, felhigulnak, stb. És jobban elhúzódik velük a munka.
de úgy átlagot számolunk, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy egy óra. Ha ennél gyorsabb az átlagunk, akkor valószínűleg valami nincs alaposan jól megcsinálva, mert egyszerűen így kézi erővel ezt nem lehet rövidebb időn belül produkálni. És akkor nekiállhatunk tubusba tölteni. Oké, tehát most akkor ultramarin kék festéket fogunk készíteni. Az ultramarin kék az egyik legmacerásabb pigmentünk a festék készítésnél. Ez a gyönyörű szín, amilyen szép, olyan bosszantó festékkeverés közben. Ugyanis azt csinálja, hogy először is nagyon nehezen nedvesedik. Tehát valaki szokott alkoholt vagy egy kis terpentint használni a benedvesítésre, és akkor a keverés folyamán az szépen kipárolok belőle. A másik olyan tulajdonsága van, hogy nagyon könnyen megfolyik munka közben. Tehát amikor már elérted azt az állagot, amire azt mondod, hogy hú, ez már mindjárt jó, pont optimálisan sűrű, olyan vajszerű, még hármat dörzsölsz rajta, és egyszer csak szétfolyik az egész. Tehát hirtelen megváltozik a konzisztenciája. Na ilyenkor még pigmentet kell hozzáadni, és előfordul, hogy még majdnem még egyszer annyi pigmentet ilyenkor be lehet etetni ezzel az anyaggal, mint amivel elkezdted. Aztán a másik kis gazember dolga, hogy a tubusban is nagyon könnyen később, amikor tárolod, szétválik belőle az olaj, és a visszamaradó olajszegény pigment, a festék pedig bekeményedik, és nem lehet majd kinyomni a tubusból egy könnyen, az olaj meg kifolyik belőle. Tehát emiatt szoktak stabilizáló anyagot tenni az ultramarin kékhez. Nem csak az ultramarin kék, ez több pigmentre is jellemző ez a későbbi szétválás. Ezért az ilyen pigmentekhez régi módszer az, hogy 1-2% méhviaszt pasztát kell adagolni, vagy lehet egy kis szilikával is dolgozni, tehát aki egy kevés szilika is hasonlót csinál. A szilika egyébként azért jó adalékanyagi festékkészítéshez, ugye amivel a jelly médiumot csináltuk, mert ugye nagy az olajfelszívó képessége, tehát például, hogyha tételezzük fel, hogy van valamennyi pigmentem, az összes pigmentem, ami van ultramarin kékből, ezt be akarom keverni, és vigyázatlanul túl sok olajat adok hozzá, és túl híg lesz a festék. Ugye mondtam tegnap, hogy akkor egy natur farosra ráteszem, akkor kiszívja belőle az olajat, vagy azt is csinálhatom, hogy egy pár
pár százalék szilikát adok hozzá, és akkor az egy csomó olajat magába szív, tehát akkor visszahozza ezt a konzisztenciát a szilika, és mivel teljesen átlátszó, ez a néhány százalék, ez nem jelentős a festékben ez a jelenlét. Persze egy picit áttetszőbb, annyival áttetszőbb lesz a festéke, mert azért figyeljünk. Ezért óvatosan kell vele bánni. Illetve szintén a szilika is segít megstabilizálni, hiszen a szilika stabilan magában tartja az olajat, az nem fog később külön válni az olajtól, tehát hogyha van a festékben szilika is, akkor az segít egy kicsit testesebbé tenni a festéket, tehát az is gátolja ezt a különválást. Ezért én azt szoktam csinálni az ilyen macerás pigmentekkel, hogy egy kevés szilikát is szoktam hozzáadni, meg egy kevés viaszt is, mert ha túl sok viaszt adunk hozzá, akkor az van, hogy nagyon ilyen opálos, ilyen szalonnás lesz a festék, tehát túl merev is lesz esetleg, illetve ilyen, hát úgy hívják, hogy szalonnás, tehát ilyen kicsit ilyen selyemfényűs, ilyen mattos lesz a festéknek a színe, nem olyan szép fényes, mint ami az olajfestékre jellemző. Tehát azért mondják, hogy a 2, maximum 3% méhviasznál többet nem szabad adni a festékhez. Nem szoktam nagyon méricskélni, így óvatosan, így érzésre szoktam hozzáadni, illetve ahogy keverem, és akkor még ha híg egy kicsit az anyag, akkor még egy pici szilikát dolgozok bele, így szoktam készíteni. Na lássuk akkor a medvét. Érdemes megnézni, hogy milyen gyönyörű ez a pigment, így szárazon, az ultramarin kék. Tehát ez tényleg egy nagyon gyönyörű, szép kék pigment, és teljesen más így szárazon, mint amikor olajat adunk hozzá. Tehát mikor olajat adunk hozzá, akkor egészen sötétté válik, tehát már majdnem feketévé, míg így még egy ilyen kellemesen, ilyen közepes, gyönyörű, intenzív kék szín. Ne van. Na, akkor itt is egy pici sűrített olajat is adunk hozzá, ugye, szokás szerint. Ezt én minden festékhez szoktam. Egyébként most azért csinálom így, hogy lássuk a folyamatot, de otthon gyakran úgy csinálom, hogy előre készítek olajkeveréket, amiben már hozzáteszem ezt a 10% sűrített olajat, és akkor nem kell így menet közben méricskélni, megadagolni, hanem akkor egyszerre adom hozzá. Ja igen, így nagyon nehéz lesz, hogy benne rajta van ez a kis kupak. Jó. Ugye másik videóban már beszéltünk róla, hogy azért van szükség erre a kis sűrített olajra, mert ez fényesebbé teszi és gyorsítja a száradást, és a konzisztenciáját is, ezt a merevebb, sűrűbb konzisztenciát is segít meghatározni a festéknek. Nincs ilyen mély paszta. Mély fiasz paszta? Igen. Akkor egészen egyszerűen azt csináljuk, hogy lakbenzint ilyen 60 Celsius fokra, vagy terpentint, mind a kettő lehet. Inkább a terpentint javaslom, mert az gyorsabban illan el. Tehát terpentint fölmelegítünk 60 Celsius fokra körülbelül, és akkor méhviasz granulátumot adunk hozzá, és azzal készítünk egy pasztát. Tehát érdemes ilyen 15-20% méhviasz pasztával operálni. Nagyjából ugyanaz történik, mint amit az előző videóban néztünk, amikor a velencei médiumot készítettük, csak ott olajhoz, ugye az fekete olajhoz adtuk azt a 15% méhviasz granulátumot. Itt meg hát terpentinhez adjuk ezt a 15-20% méhviasz granulátumot. Kihűl, akkor megmerevedik, lesz egy ilyen lágy vajszerű pasztánk, és akkor ezzel lehet dolgozni. Van, aki úgy csinálja, hogy kiméri előre, és az olajat preparálja méhviasszal, tehát ezt a
pár százalék méhviaszt hozzá keveri ahhoz az olajhoz, amiből fogja csinálni a festéket. Most itt azért nehéz ügy így dolgozni, mert minden pigment más mennyiségű olajat vesz fel, tehát hogyha mondjuk az ultramarin kékhez számolom ki, vagy mit tudom én, például az ólomfehér 12-15% olajat vesz fel, most ahhoz kiszámolom, hogy mennyi méhviasz kell hozzá, akkor hát csak a másik végletet mondom, az égetett sziénában meg 180% olajat vesz fel, akkor az égetett sziénában többszörös mennyiségű méhviasz fog belejutni, ugye, mint amennyi az ólomfehérbe, tehát így nem lehet ezt így kiszámolni, vagy minden pigmentnek előre elkészítem a saját olajkeverékét, annyira sok festéket meg nem keverünk, úgyhogy egyszerűbb, hogyha így menet közben szemre adagoljuk hozzá. Hát itt most ugye látszik szépen egymás mellett a két szín, hogy milyen feketés kék az olajjal elkevert ultramarin, és milyen világos hozzá képest a tiszta. Elfelejtettem, hogy közben ezt itt azért tettük félre, ezt a friss szűrt olajunkat, hogy ezzel dolgozzunk. Amellett, hogy macerás az ultramarin kék, olyan szép pigment, és olyan izgalmas, hogy én szeretek vele dolgozni. Tehát ezzel a szépségével, meg ezzel az érdekes tulajdonságaival végül is nem csak bosszantó tud lenni, hanem egy kedves pigment is. És hát ne felejtsük el, hogy ugye a szín... Tehát az ultramarin kék az egy nagyon fontos szín, úgyhogy ez mindenképpen kell. Hiszen tájképekhez gyönyörű zöldeket kapunk vele, vagy éppen égetett sziennával keverve megkapjuk a pájné szürkét, vagy egyéb ilyen semlegesebb visszafogottabb palettáknak a nagyon jó kis kék színe. És akkor most elkezdjük megnézni, hogy mit mutat, ha dolgozunk vele. Ugye itt még nagyon sűrű állapotba kezdem el keverni, de mint mondtam, ez meg fog elég jól higulni, meg fog folyni, úgyhogy egyáltalán nincs jelentősége. Minél sűrűbben kezdjük el, annál kisebb a valószínűsége, hogy túlzottan megfolyik. Úgyhogy érdemes egy kicsit kínlódni vele.
Hát talán egy kevés olajat meg eladhatunk. Kicsit még a szokásosnál is jobban besűrítettem. Már most látszik egyébként, hogy így tiszta pigment formában mennyivel brutálisabb a színező ereje van, mint sok olcsó kategóriájú bolti festéknek, nem? De. Úgy látom, hogy körülbelül most itt sikerült eltalálni a megfelelő arányt, úgyhogy nem lesz vele különösebb gondunk. Megúsztuk talán ezt a megfolyást, akkor viszont mindjárt hozzá is adagolom a viaszt, mert attól még, hogy most így munka közben nem folyik meg, mert jó arányban van már eleve körülbelül az olaj benne, attól még a viaszt bele kell tegyük, mert ha nem tesszük bele, akkor a tubusból ki fog várni. Többféle ilyen viaszpasztát lehet kapni a művészellátókba. Általában mindegyik jó erre a célra. Én azt a Dorland
viasz pasztát használom most éppen. Körülbelül úgy. Szemmértékre határozom meg ezt a 2%-ot. Egyébként a festék keveréknél, keverősnél körülbelül egy ilyen nagyobb mogyorónyi adagot szoktam egyszerre kivenni. Ez sokszor annyi, amennyi így rajta marad a késen, amit így letisztítgatok mindig a késről, azt kezdem el megmunkálni egyszerre, hogy kezelhető mennyiséget kapjak. Akkor elkészült az ultramarin kékünk közben. Hozzáadtuk ugye a megfelelő mennyiségű viaszt, és eldolgoztuk most ilyen nagyon jó kis, kellemes, egy kicsit a tejfölnél enyhén sűrű konzisztenciája van. Most akkor mehet a tubusba. Az a maradék meg jó lesz majd a festéshez. Ilyenkor úgy szoktam megfesteni, hogy egy kis Fluix médiumot keverek egy kis ultramarin kékkel, és akkor így gyorsan megszárad. Így nem kell napokat várni, hogy megszáradjon, és akkor ezzel a Fluixos kékkel jelölöm a szint a tubuson.
ha nagyon gyorsan kellene, akkor lehetne akrilkötő médiummal is így egy kis pigmentet kikeverni, és akkor az pár perc alatt megszárad. Csak az annyira nem életű, mert az egy kicsit mattabb lesz. Tehát. Művészel látogatott kapni a napi médiumot? Lehet általában, vagy ilyen polivinil acetát, vagy plextol. A plextol az Jó. például ilyen akril médium. És akkor kész van az ultramarin kék festékünk.